A Wurlitzer nem Berkeley, hirdette a régi dal szövegét idézve Ring István Berklis, aki hangszerével betöltötte a Bonyhádi Múzeum mögötti teret. Róla még később beszélünk. Jól illett a régi korok zenéje az eseményhez, hiszen jó szokás szerint az országos rendezvényt követően egy héttel szervezték meg Bonyhádon a múzeumok éjszakáját. Nyilván másban is megfogalmazódik a kérdés, vajon miért van ez így? Egész pontosan azért, hogy a nagy megyei múzeumok, mint például a Wosinski-Mór megyei múzeum és a Pécsi Janus Pannonius múzeum ne csábítsa el az összes potenciális látogatónkat. Ezért idén másodszor játszunk ezzel az ötlettel, hogy egy héttel későbbre tesszük, de könnyen lehet, hogy jövőre már inkább maradunk mi is az eredeti időpontnál. A szervezők elsősorban a gyerekekre gondoltak, és arra, ha már játszani jönnek, tegyék ezt lehetőségük szerint olyan eszközökkel is, amelyekkel egészen biztosan nem találkoznak a mindennapokban. És még mondja valaki, hogy a mai lányok nem harciasak. Az Ökocsiga Alapítvány egy ötpróbajáték keretében fejlesztette a gyerekek ügyességét és rátermettségét. Emellett számos játék is előkerült, amely inkább a 21. századot ígézte. Kicsit furcsa is volt, hogy a múzeumok éjszakáján videójátékot játszanak a gyerekek, de Farkas István Gergő azt mondja, olyan bemutatók veszik át a szerepet a jövőben a múzeumban, ahol a virtuális világ eszközei mindennapos kellékek lesznek. A múzeumok éjszakája arra is jó, hogy számot vessenek az intézményben végzett munkáról, és elinduljon a következő esztendő tervezése. Most egy időszaki kiállítással készülünk, amit október 2-án fogunk megnyitni. Ez a meg nem alkuvó Tolnai Percelmór élete és harcai címre hallgat. Ez az, amit nagyon várunk. Ezek mind pályázatos forrásból, illetve Bonyhád városnak a támogatásából valósulnak meg. Ez most a legtávolabbi időpont, ameddig látunk, jövő február. Utána tavasszal ugyanezeket a programokat szeretnénk folytatni, amit idén is. Ismeretterjesztő előadások, tudománynépszerűsítő előadások, konferenciák, jövőre egy molinológiai, egy malom történettel és malom iparral foglalkozó konferenciát szeretnénk tartani, illetve egy ehhez kapcsolódó időszaki kiállításnak szeretnénk otthont adni. No és akkor térjünk vissza a muzsikához. Bár a század előn egymást érték a verklisek, mára alig maradt ebből a hangszerből. Magyarországon az első világháború után a hadiözvegyek megkapták a trafikjogot az államtól, a hadirokkantak pedig, hogy ne feltartott kézzel, illetve hát kinyitott tenyérrel holduljanak az útszélén, ezért az államtól verklit és verkli jogot kaptak. Budapesten az első világháború után azokban az esztendőkben 3-400 verkli engedély volt évente kiadva, tehát csak Budapesten ennyi hangszer létezett. Ugye, és akkor még a nagyvárosokról nem beszéltünk az országban. Viszont mivel a koldusok közé tartoztak ezek az emberek, nem számított büszke mesterségnek, így természetesen ahogy tehették, hogy nem kellett már verklivel keresni a kenyerüket, azonnal eltüntették a hangszert és letagadták, hogy ők valaha ilyennel foglalkoztak. Illetve mivel nem volt egy büszke tevékenység, nem szállt apáról fiúra mesterség, hanem elfelejtődött. És ezért van az, hogy nálunk eltűntek a verklik, most talán már kezd újra feléledni ez a mesterség. Ring István maga gyártja a muzsikához szükséges lyukszalagokat is. Ahhoz, hogy a zene megszülethessen a verklin, ahhoz egy lyukszalagot kell készíteni. Most a lyukszalag készítésének az a menete, hogy először is leszimulálom számítógépen a zenét, tehát megcsinálom a partitúrát, a négy szólamot elkészítem, és utána a szerint, az ötvonalas kotta szerint kiukasztom a papírszalagot. De hát ugye ebbe 25 ezerszer körülbelül bele kell ütni a lyukat, ahhoz, hogy egy zeneszám kialakuljon. Micsoda éjszaka volt, csak még volt a sziget, a sétányon senki se járt. Szóval ma sem egyszerű egy verklis élete. A múzeumhoz kötődő hír az is, hogy Bonyhád város önkormányzata legutóbbi ülésén Farkas István Gergőt nevezte ki a tájkutató alapítvány elnökének. Minden egyes ilyen közintézménynek rendkívül fontos, hogy olyan sok lábon álljon, amilyen sok lábon csak lehet. Az, hogy az alapítvány és a múzeumhoz került, így sokkal szorosabb együttműködés valósulhat meg a korábbiakhoz képest. Ugye alapvetően így is lett kitalálva ez az alapítvány, hogy a múzeum munkáját, mindennapi működését segítse, pályázatok útján, emberek bevonása útján. Egy csomó mindennel foglalkozhat egy múzeum, egy csomó mindennel viszont nem. Ajándéktárgyakat nem árusíthatunk, gyermektáborokat szervezünk minden évben, amire nem pályázhatunk. Egy egyesület vagy alapítvány viszont igen, mi ebben számítunk az alapítványra, tehát ezért lesz egy előrelépés a következő év a mostanihoz képest. A legfontosabb, hogy a felnövekvő generációk számára a múzeum ne egy poros, unalmas hely legyen, ahol csak unatkozni lehet. Az idei múzeumok éjszakája ezt a képet biztosan nem közvetítette.